két erdélyi versenyző is részt vett az Ironman világbajnokságon. A Hawaii szigetén megrendezett megmérettetésen több ezer sportoló vett részt a világ minden tájáról. Három év szünet után ismét megszervezték Hawaii szigetén az Ironman világbajnokságot. A Kailua Kona településről induló és a többnyire nyugati partvidéket érintő versenyen a több ezer vasembernek 3,8 km úszó, 180 km kerékpár és 42,2 km futótávot kellett teljesíteniük. Idén két erdélyi versenyző is elindult a rendkívül emberpróbáló megmérettetésen. A csíkszeredai Kotera Dél 11 óra 48 perc 45 másodperces idővel korosztálya első harmadában végzett, szombaton pedig a marosvásárhelyi Trellavárhelyi Tamás 10 óra 43 perc 54 másodperces idővel teljesítette az Ironman triatlon világbajnokságot. A verseny után elmondta, nehezebb volt, mint amire számított. Voltak igazán kemény pillanatok is a verseny során. Kiszámoltam, hogy ha most le kell sétáljam az egészet, akkor az majdnem két óra, hogy kint legyek a pályás, akkor inkább neki fogtam kocogni, és attól persze már nem álltam meg. Mire, milyen céllal jöttél, és mit értél el? Hát a cél első számú cél az, hogy befejezem. Szerettem jól volna javítani a 10-30-as időmön, de ez nem jött össze, de ezen a pályán szerintem nem is tudtam volna sokkal jobbat menni. A versenyt ugyanis nagyon megnehezítette az európaiak számára szokatlan időjárás. Az amúgy is ember próbáló távot a fülletten meleg, párás levegőben kellett teljesíteniük, ráadásul az erős szél és időnként lezúduló záporok is hozzájárultak a nehézség fokozásához.